Start. start, elindult a nyeretlenek versenye mérföldes távon, talra egészen gyengén kap lábra, és hát igen, csak nehezen tud egyáltalán a többiek üldözésére indulni. Narangba, Narangba kezdett jól, Narangba meghívó Stoneheart sorrend alakul ki az első 200 métert követően, a három favoritról van tehát szó, két-három mögöttük Liberty of Devil, egy kicsit azért lovagolni kell, hogy tudja tartani a lépést a többiekkel, ez nem igazán sikerül neki, tára viszont azért lassaskán talán belendül, és meg fog érkezni majd a vezető trió Mögé. A kismező már is eléri az ügető átjárót, az élen könnyedén kézből fogva, ha úgy tetszik, naránkba diktálja a tempót, mellette meghívó, mögöttük pedig bent a falon Stoneheart, egyre közelebb most már hozzájuk tájra, Liberty of Devi pedig azért szépen lassacskán kezd egyre inkább leszakadni a többiekhez képest. Narang előnye nagyjából fél hossz meghívóval szemben, és a vezető kettős kicsit meglép, meglepetése. Stonehart nem igazán tud menni a többiekkel, az árkózó tájra most már lassan megelőzi, és feljöhet a harmadik pozícióban. Narangba növeli az előnyét a kanyar végén meghívóval szemben. Narangba meghívó Stonehart tájra még mindig a sorrend, amikor az utolsó 500 méteren belül most már a nyeretlen mezőny. Narangba az élen két-három oszas előnnyel, meghívó azonban a befutóban megpróbál majd megtámadni. Narangba, meghívó Stoart jön vissza a harmadik helyre, megkezdi az zárkózás, de elég messze még mindig az első kettőtől. 300 méter van hátra, Narangba az élen, meghívó azonban nagyon erős ellenfelet, majd az utolsó 200 méteren belül meghívó lépésről lépése közelít. Narangba még előtte van, az utolsó 100 érve azonban meghívó Suták Csengével átveszi a vezetést, és meghívó hetedik versenyében már győz, meghívó Narangba és Stonehart az első három, végül nagyon-nagyon messzi negyedik Szinte lépésben, tájra és a mezőny végén a Liberty of Devil ér célba.